Ha ma jelentkezne Magyarország az Európai Unióba, nem vennék fel, hangsúlyozta beszédében Újhelyi István, európai parlamenti képviselő. 5 gyermek boldog édesapjaként is meggyőződésem, hogy aki ma szereti a hazáját, az az Európai Unióban akarja tartani Magyarországot. És sajnos ki kell mondjuk, hogy Orbán Viktor politikája, amely megbukott az Európai Unióban, az egyre veszélyesebb számunkra, hiszen az Orbán rendszer, az Orbánisztán összeférhetetlen az Európai Unióval, tehát egy idő után ki fog minket sodorni az Európai Unióból. Szolnok megyének az elmúlt években 400 milliárd forintnyi támogatást jelentett az Unió, emlékeztetett Újhelyi István. Programjuk szerint szociális Európára van szükség, ahol mindenki ugyanolyan egészségügyi szolgáltatást, egységes minimálbért és minimál nyugdíjat kap. Ehhez bent kell tartani az országot az Európai Unióban, ezért kell május 26-án az MSZP-re szavazni, mondta el a képviselő. Radolcz Zoltán arról beszélt, hogy az Unió nem tolerálja a korrupciót, mondta az Éliósz ügy kapcsán. Szolnok is érintett az Éliósz ügyben. Itt is a miniszterelnök feje cserélhette le a közvilágítást. Közel 1 milliárd forintért cserélhette le a mostani gyengén világító ledes lámpákat, amivel a szolnokiak nincsen megelégedve. Más demokratikus országokban az ilyen tettért a miniszterelnöknek és az érintett polgármestereknek már régen le kellett volna mondaniuk. Ezért is fontos a május 26-i választás, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, hogy ne süthessék rá Magyarországra, hogy egy korrupt ország, hangsúlyozta Radolcz Zoltán.